Sziasztok! Fiat Cinquecento, eldurrant a fűtő radiátor, vagy pedig a cső. Nagy füst, és akkor az anyósülés alatt elkezdett folyni a víz, meg hát egyből el is folyik belőle a hűtővíz, úgyhogy ott van valami gond, hogy hogyan is kell kiszedni. Ennek nem belül van, mint a legtöbb autónak alul, hanem ennek itt van bent. Először is ki kell szedni az akkumulátort, meg a tetején, ami van ez a lefogató. Úgy az akkumulátor, akkor itt a gumit, és akkor itt fogják ilyen csavarok kicsavarni, itt is még fogja, és akkor itt is csavarok fogják, és akkor ezt szépen itt ki lehet szedni, meg ezt is, és akkor ott lesz a fűtőradiátor. És ezek ki is jöttek. És itt van a fűtő motor, hát elég koszos itt minden, úgyhogy majd ki lesz takarítva, mosva, fújatva. És akkor először is megnézem a csövet. Hát nem a cső van szétdurranva. Úgyhogy a radiátor lesz. Hát itt ki kell szedni az egész mindenséget. Úgyhogy hajrá! Hát ha valaki itt ezt ki akarja fúvatni, mosni, takarítani, akkor minden csavart is ki kell szedni. Itt vannak ilyen kicsi csillagcsavarok. Itt is, ami összefogja ezt a részeket, ott lent is, akkor ott fogják ilyen nagy anyák, ami fogja az egész mindenséget. De ha csak a fűtőradiátort akarod kiszedni, akkor itt fogja pár csillagcsavar, és akkor ki lehet húzni. Egyébként le is tört a csonk. Úgy el van égve. És hát igen, a fűtőradiátor lyukas. Csöpök belőle a hűtővíz. Úgyhogy csere. Meg hát amúgy is letört. És hát nagy takarítás. Na, szóval most így néz ki. És majd szép lesz. És termosztát csere is lesz, mert nem mindig akart kinyitni, és felment a vize. És valószínűleg ezért durrant el is fűtőradiátor. Termosztát is ki van szedve. Hát ezt meg ugye két csavar fogja. Aztán ennyi. Egybe van a házzal, úgyhogy ezt így lehet kapni.
Na, hát így kell kinézni egy motortérnek, ki van minden fúvatva, tisztítva, mosva. Tiszta az egész motortér. Hát ezt itt majd kijavítom. El volt itt dugulva az egész lefolyó. Na most egy jó tanács. Ezt vagy szedjétek ki az egészet, és dobjátok el. És akkor úgy lebír folyni az egész trutyi, mert tele volt itt falevéllel, sárral, homokkal, mindennel, és nem bírt lefolyni ezen. És ezen azért nem bírt lefolyni, mert ez gyárilag ilyen vékony rés van, és az eldugul, nem bír lemenni rajta semmi. És vagy vágtok le belőle, úgy mint én, és marad nagy rés, ami le tud folyni, bár még ez is majdnem szűk, el tud simán dugulni, vagy vissza se rakjátok. És marad így ekkora nagy rés, ami szerintem sokkal jobb, mint ez, de lehet, hogy visszarakom. Szóval vágjatok le belőle, mert ez gyárilag ez így van, hogy szinte összeér a kettő, és egy nagyon kis rés van csak. Na, úgyhogy rakom vissza a ventilátort, meg ilyeneket. Lecsiszoltam itt a rohadást, rozsdát, és akkor lefújtam, hát nem egész olyan szín lett, mert ilyen sprays festéken van. Aztán azzal fújtam le, de nagyon jó minőségi. Szóval szebb, mint volt. Ja, meg itt kapott egy kis kézi polírozást. Ez még itt a gyári fényezés. Hát az is szebb, mint volt, úgyhogy itt rendben lesz minden. Kell egy vízcső, fűtőradiátorra való vízcső, mert porlik szét az egész, úgyhogy azt ki kell cserélnem, ez még jó állapotú, hát elég kemény, de ez még jó. Mondjuk vettem volna ezt is, de mindegy, már a rendelés úton van, úgyhogy ez most így marad. Erre is políroztam. Úgyhogy haladok. Hát ezt is meg kell csinálni, kitakarítani, bezsírozni, aztán összerakni. Na, hát megcsiszoltam a részt, meg megcsiszoltam a tengelyt. Hát nem biztos, hogy hosszú életű lesz, mert a szénkefék kb. Már a felénél járnak, vagy már az is lehet, hogy a negyedénél. Van még, hát lehet, hogy elmegy még évekig, a fene tudja. Ki van pucolva minden, bezsírtam, kap oda egy kis zsírt, aztán ennyi. Na, készen is van. Nem rossz. Szóval ez még elmegy évekig. Össze van rakva. A motortér tisztán, bár ezt már láttátok.
ugye kijavítva a rozsda. Megvannak az alkatrészek, itt van a fűtőradiátor, itt van a termosztát, itt van a szívócső, meg még jön a fűtőradiátor cső, termosztát. Hát komolyan mondom, hogy nem tudtak hozzáadni tömítést, úgyhogy gyártanom kell tömítést. Most komolyan az a 100 forint, nem hiszem el, hogy nem tudnak hozzáadni. Na szóval így néz ki. Ugyanaz egyébként 87 foknál nyit. Úgyhogy szerelem is mindjárt be. Akkor a fűtőradiátor. Hozzá ilyen ragasztó, ilyen szivacsot köré. Meg itt van az új fűtőradiátor. Úgyhogy megy is a helyére. Ráragasztottam ezeket a szivacsokat, de hát sok értelme nincs. Szakadt szét az egész, egy hulladék. Csak kellett vennem tömítést a termosztáthoz, mert nem tudtam vágni hozzá, mert nem félek oda, meg körülményes, szóval inkább vettem egyet. Hát 1000 forint ez a kis vacak tömítés. Na mindegy, lényeg, hogy van hozzá. Akkor ugye megvan a szívócső is, zsírúj, meg vettem 2 méter ipari, autóipari hűtővízcsövet, szóval ez kimondottan arra van, ugyanaz a mérete, úgyhogy nem keresgéltem készállapotú, görbített gyári verziót hozzá, vagy utángyártottat, mert nem is találtam egyébként a fűtőradiátorhoz, és akkor így vettem ilyen egyenes, univerzálisat, amit szabni kell méretre, és akkor rárakod, aztán ennyi. Szóval tök jó, 2024-es gyártás, úgyhogy friss is, jó, puha. Szóval ez kimondottan arra van, hűtővízcső, autóiparban ezt használják, úgyhogy, ja. Úgyhogy megy fel a termosztát, utána megy fel a cső, aztán a többi. Termosztát fent van a helyén, minden felcsavarozva, felfogatva. Még a fűtőradiátor csövet kell ide méretezni, aztán felfogatni. Én ezt megcsináltam máshogy, mint ahogy gyárilag volt, mármint hogy több alátétlet, meg több csavar. Úgy csináltam, hogy a termosztátház teteje, oda ment egy alátét, akkor rá egy anya, ami lefogadta a termosztátházat,
utána ment rá még egy alátét, úgy az a testkábel, még egy alátét és önzáros anya. A másik oldalt szintén alátét, a záró anya, utána még egy alátét, utána ez a vezetéktartó alátét és az önzárós anya. Csak azért, mert gyárilag hülyén volt megoldva, mert ezt a vezetéktartót ezt úgy rakták rá, hogy csak simán az anyára. És akkor az anya az mindig meg is görbítette a közepét, szóval így megoldottam jobban. Na, úgyhogy még a cső van. Hát én úgy döntöttem, hogy lecserélem ezt a kis darab vízcsövet is, ami megy a radiátorra, a másik része. Ott. A felső. És akkor itt le lehet szedni. És akkor így megy ide be. Ezt is lecserélem. Jobb a nyugalom. Meg hát van is cső, úgyhogy ja. Fene tudja, hogy ez is mikor málik szét. Úgyhogy csere. Na hát mindjárt jobban néz ki az új csövekkel. Egyébként ezek kicsit vastagabbak, szóval még erősebb, mint gyárilag. De viszont méretre meg ugyanaz. Ahogy én elnézem, sokkal vastagabb. Vagyis hát nem sokkal, egy nagyon picivel, mert egyébként átmegy ezen, szóval ott van, hogy hűtővíz cső. Hát még bilincsek kellenek. És akkor ez most szépen a hőtől megformázza magát, úgymond. Nem törik meg egyébként, vagy ha meg is törne, akkor vissza megy az alapformába. Úgyhogy bilincs kell, ami nincs. Utána, ha megvannak a bilincsek, akkor igazából kész is vagyok, azt mehet vissza ez a védő burkolat, vagy micsoda. És akkor mehet bele a hűtővíz, aztán így ennyi. Bár lehet, hogy addig nem rakom vissza ezt a burkolatot ide, míg meg nem nézem, hogy működik-e itt rendesen minden, hogy nem-e folyik, meg ilyenek, szóval ne utána kelljen szétszedni megint, hogyha esetleg folyik valami. Úgyhogy előbb megnézem inkább. Az a biztos. Fent van minden bilincs, minden meg van húzva. A fagyálló folyadék bele van töltve. Egyelőre bele van dobva az aksi, tesztüzemmódba lesz, hogy nem-e folyik valahol. Ilyen bilincseket kapott minden hova. Ez biztos, hogy fogja és nem fog ereszteni. Ezek a bilincsek, ezek nagyon jó bilincsek. Ez körbe fogja mindenhol. Úgyhogy ezek jók. Na, úgyhogy be is indítom. Beindult, úgyhogy hagyom járatni üzemi hőmérsékletig. Megnézem, hogy a ventilátor az megye. Vagyis a fűtőmotor. Az is megy, szép halk.
Na, úgyhogy járódik. Na, hát a hűtő folyadék lejjebb ment, tehát kiment a levegő. Szerintem normál szinten van. Ja, még bugyog, szóval még levegős. Valahol itt van a minimum környékén. Ez a cső, ez forró. Ez a cső is forró. Folyni, nem folyik. Ez is forró, folyni, nem folyik. Az alsó cső is forró. Ez is. Megnézzük, hány fokon van. Több mint 90, hát kapcsolnia kellene a hűtőventilátornak. Eddig még nem hallottam. A meleget azt nyomja. Egyes fokozat működik, kettes is, hármas is. Nem tudom, eddig még nem kapcsolt. Na, ez a cső, ez nem tudom honnan jött. Azt meg kell majd néznem. Na, a ventilátor is bekapcsolt, úgyhogy oké. Itt kapcsolt be. És most kapcsolt ki. Ja, megvan, ugye felraktam az új szívócsövet. Fent van. És annak van egy ilyen vékony csöve. Az megy ide rá, úgyhogy ezt mindjárt rá is rakom. Úgyhogy így van a szívócső, és akkor ez az, ami jön, és akkor így megy ide rá. Hát ide erre nem kell bilincs, mert az annyira szorul, hogy felesleges. Nos, mindent a helyére raktam. Nem folyik sehol semmi.
Ide ilyen gumis alátéteket raktam mindenhova, hogy jobban fogja. Hát szegénykének ez a burkolata már szétmegy, de hát még bírja, szóval. De nem a legjobb. Úgyhogy készen van. Ezt is megcsináltam, úgyhogy most már remélem, hogy bírja egy jó ideig megint. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok!